kultúra, természet, nyugalom és rengeteg gyönyörű virág. Mindez megtalálható a Nagyvárad melletti Kisszántón, a nemrég kialakított látványkertben, amelyet egy fiatal tájépítészpár álmodott meg nyugat-európai útjuk után. A gyönyörű kert egyúttal közösségi térként is szerepel terveikben, ahol kulturális és közösségépítő rendezvényeket is tarthatnak. Tulipántenger, levendulamező, több ezer virág a Nagyvárad melletti Kisszántói birtokon, Szoboszlai Csaba és Krisztina tájépítészmérnökök farmján. A 2 hektáros egykori kukoricaföldet önerőből vásárolták, hogy zöld oázissá varázsolják. Hollandiai, németországi útjaink során rengeteg gyönyörű szép helyet láttunk, ahol találkozott a kultúra, természet és a nyugalom, és úgy döntöttünk, hogy Erdélybe is létre kell hozni egy ilyen helyet, ahol a zöld turisztikát, a nyugalmat a zöldben próbáljuk megteremteni az embereknek a közösség számára. Tüstént munkához is láttak, és 20 ezer levendulát, tulipánt, több száz évelő növényt ültettek a nyugat-európai nyilvános kertek mintájára. Idén első alkalommal szervezték meg a Tulipán Fesztivált szabadtéri koncertekkel, finom ételekkel, közösségi programokkal, mely 2 nap alatt több mint 5000 látogatót vonzott. Párjával, Krisztinával úgy érzik, sikerült megvalósítani álmukat, melyet fejleszteni szeretnének a jövőben. Ahogy egyre jobban megismerkedtünk és megszerettük egymást, közös álommá vált ez, ami itt látható a hátam mögött és körülöttem. Közös cél lett, vágynak az emberek a természethez. Sokan ugye tömbházakban élnek itt Nagyváradon és környékén, ezért azt látjuk, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy legyen egy ilyen helyszín, ahova kilátogathatnak az emberek egy kicsit rekreálódni, relaxálni, a virágok közt elcsendesedni, megnyugodni a mindennapokból. Akárcsak ez a család is, aki első fotósorozatát készíti a zöld oázisban. A nagyváradi származású, ma Arizonában élő család egyedi helyszínt keresett közel Nagyváradhoz. Így talált rá a Levendula Parkra. Ide kerekeznek az Eco Mountain Transylvania biciklisei is, jó 20 kilométeres túra a Nagyváradról indulóknak. Remek alkalom a családoknak is, szabadtéri programokra, nem utolsó sorban ugye környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, kibiciklizni a szabad levegőn, ugye nem használunk üzemanyagot, maga a levendula kert is olyan csodákat rejt magába, ami mindenképpen érdemes megnéznie mindenkinek. Szoboszlai Csaba és Krisztina a jövőben továbbfejleszti a létesítményt. Tervei szerint igazi kultúr és közösségi téré alakítanák, hogy ember és természet viszonyát minél bensőségesebbé tegyék. A művészi szinten is az alkotás, a természetben való alkotás, az élő növényekkel való alkotás nagyon nagy hobbim, éles stílusom lett, mondhatom úgy. Nem tárgyakat hagyok magam után, hanem élő kerteket. Kerteket, amik fejlődnek, virágoznak, és örömteli napokat okoznak mindannyiunknak.